Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt jelenlévő néhány jobbikos képviselőtársam és egyetlen független képviselőtársam, akik itt maradtak az utolsó nap, utolsó perceiben. Elfújta a szél Margaret Mitchellnek, azért választottam ezt a regény címét felszólalásomul, mert úgy látom, hogy a Fidesz politikájának és a kormányzatnak az elmúlt időszakban történő értékelésére nem lehet sokkal többet mondani, mint az, hogy elfújt lassan minden reményt és lehetőséget a szél. 2010-ben, megmondom őszintén, hogy már akkor is ugye LMP-s voltam, de én nagyon bíztam abban, hogy a Fidesz kormány érdemi változást fog hozni a magyar társadalomban, és azt kellett, hogy a következő 4 évben lássuk, hogy kicserélik a bűnözői brigádoknak a vezetőit, és nincs érdemi változás. Utána 2014-ben, amikor idejöttem a parlamentbe, akkor azt gondoltam, hogy lehet a konstruktív ellenzékiségnek szerepe, és lehet jobbá tenni a jogszabályalkotást, de az elmúlt 1 év most már nagyjából rámutatott arra, hogy szó nincs erről. Itt egy egyszerű egypártrendszer 2.0 van, amikor egy párt dominálhat minden tekintetben, és az ellenzéknek itt semmi szerepe nincs, azon kívül, hogy fenntartja a demokrácia látszatát jelenlétével, de valójában nem osztanak lapot. És nyilvánvalóan itt a többszöri elkeseredésemben, mikor azt látom, hogy hogyan működik a Magyarországgyűlés, hogyan szolgál pusztán üzleti érdekcsoportoknak érdekeit, előveszem Magyarország alaptörvényét, a nemzeti hitvallást, és olvasgatom, hogy vajon hogyan is kellene működnünk. Meglepve látom benne, hogy a 9. cikk első bekezdése azt mondja, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ugyanakkor csináltak egy göbbelszi propaganda gépezetet a köztévékből, a közszolgáltatókból, és itt annak van joga a véleménynyilvánításhoz, aki kormányzati szinten van, a többiek azok lehetőség szinten csak a baráti körükben beszélgethetnek. Utána azt mondja a 10. cikk második bekezdése, hogy tudományos igazságkérdésekben az állam nem jogosul dönteni. Ugyanakkor az akácból, egy invazív idegenhonos fajból lehet hungarikumot csinálni és hősként kikiáltani, mert nyilvánvalóan a kormányra nem vonatkozik az, hogy mit mond a alkotmány. Azt mondja a 12. cikk, hogy mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Hát ez az első, amikor azt mondhatom, hogy röhög a vekbelem, hát kinek van itt joga, kinek van lehetősége arra, hogy megválogasson ilyeneket. Miről beszélünk, mikor az elmúlt fél évben 3-szor dőlt meg a kis- és középvállalkozások bedőlésének az aránya, és lassan, ha nincs közmunkaprogram, nincs foglalkoztatás, tehát ez az alapjog, nem tudom, hogyan lesz biztosítható. A második, amikor csendesen elmosolyodott, hogy ezt gondolom ezek a kommandorpárti képviselők leírták, ez a nők és férfiak egyenjogúak, hát nyilvánvalóan itt is lehetne hosszan beszélni, és képviselőtársam ezt meg is szokta tenni. De ami már zavar, ugye családapaként, az a 16. cikk, mikor ezt mondják, hogy minden gyereknek joga van megfelelő testi, szellemi fejlődéshez. Mindenkinek, kivéve aki a magyar vidéken él, ahol nem tudják felújítani a testnevelő termeket, ahol nem jut egy normális mozgáskultúra fejlesztő játszótér, mert szétlopják az országból az európai forrásokat, amiből ezt kellene csinálni, ahol nincsenek meg a források ahhoz, hogy megfelelő pedagógusokat fizessenek meg, nincsenek informatikai termek. De ezt is mondja az alaptörvény, a szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. Hogy? Mikor megmondják azt, hogy hittanból vagy erkölcstanból mit tanuljon a gyerek, mikor azt mondják, hogy kisgyermektől kezdve menjen óvodába, és lehető legkevesebbet töltsön nagyszüleivel, vagy a családdal. Mégis hogyan? De azt is mondja az alaptörvény, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafelvételekhez. Mondja még ugyanez a cikk, a 17. cikk, minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhez, valamint az éves fizetett szabadsághoz. Ez a két cikk ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag alkotmány ellenesen foglalkoztatjuk a közmunkásokat, akiknek nem jár a munkatörvényben meghatározott fizetés, akiknek nem jár ugyanaz a minimálbér, amit meghatároz az állam, és hát hol van az, hogy a egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételek meg lennének. Nyilvánvalóan ebben is alkotmány ellenesen működik az ország. De azt mondja a 19. cikk, hogy legalább az anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden állam polgár törvényben meghatározott támogatása jogosult. De milyen törvények azok, akik kirúgdossák a tolószékből az embereket, hogy menjenek vissza a munkaerőpiacra? Milyen törvények azok, amelyek nem teremtik meg a munkafeltételeket, és mégis ezt várják el? Nyilvánvalóan szakmámból adódóan a kedvencem az, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Kíváncsi vagyok, hogy ezért mit tesz a magyar kormányzat, de nagyon sokat nem, hiszen egymás után buknak le a méregraktárak, amik ellen semmit nem teszünk. És nyilvánvalóan azt mondja még a alaptörvény, hogy minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelő közhivatalt viseljen.
Hát ebben a közhivatalban érvényesül az, hogy csak a Fidesz, és nagyon-nagyon kevés az, aki vezetői tisztségben meg tudott maradni ebben az országban ettől eltérően. És ha végigmegyek az alaptörvény különböző szakaszain, azt kell megállapítanom, hogy mindazok, akik megalkották az alaptörvényt, kidobhatják ezt, mert saját maguk tiporolják lábbal, és az elmúlt egy év ennek a bizonyítására szolgált számomra. Köszönöm szépen, elnök úr!